színvilág, kritikus szakember hiány, koszorúzás a Kovács kapunál, oktatási helyzet két abátszalókon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. június 6-án 18 óra 5 perckor. Családi délutánra várták a SIM óvodában járó kicsiket és szüleiket a nevelők. Az oviba bemutatót tartottak a korábban elballagott, mára már iskolai tanulóvá cseperedett gyerekek. A Madarász Imre Egyesített Óvoda gépgyárúti SIM óvodájában a 11. SIM világra érkezett szülőket, nagyszülőket Szabóné Szentesi Mária tagóvoda vezető köszöntötte. Színek tánca címmel a nagycsoportos gyermekek, örüljünk a szép kikeletnek, a kis és középső csoportos gyermekek játékát láthatták az érdeklődők. Hagyomány már az is, hogy a KIAMI Kiskulcsosi Tagiskola Néptánc csoport első, második osztályos tanulói visszajönnek táncolni ezen a napon egykori óvodájukba. A műsor Tóth Enikő, a KIAMI Kiskulcsosi Tagiskola 6. osztályos tanulójának mese előadásait színesítette. A legtöbb óvodás gyermekünk itt a Kiskulcsosi Tagiskolába folytatja a tanulmányait, így aztán nagyon szép hagyomány, hogy visszajönnek hozzánk a volt óvodásaink egy-egy műsorszámmal. Most Tóth Enikő, 6. osztályos tanuló jött vissza, ő a Szent Flórián mesemondó versenyen külön díjat kapott, és most nekünk el fogja mondani a meséjét, valamint az idén az első-második osztályosokat hozta el Vargáné Molnár Évike tanítónéni a néptáncosaival. Ezen a rendezvényen mindig a nagycsoportosaink előadják az obigálás műsorokat, hiszen oda nem mindenki jut el, nem mindenki láthatja. Ez egy nagyszerű alkalom, hogy megmutathatják a többi gyerek őcnek is, valamint a kis és középső gyermekeink egy kis ízelítőt adnak az évközben tanult dalokból, mondókákból. Ezt láthatjuk éppen a háttérben. Valamint minden évben készülünk meglepetéssel. Az idén a Szent Annai Sámuel Középiskola traktor bemutatót fog nekünk tartani, hiszen a gyerekeket nagyon érdeklik a nagy gépek, és amikor még test közelből föl is mászhatnak, remélem idén is nagy élmény lesz, legalább olyan nagy, mint tavaly a nagy motorok. Valamint Andi dalaival fog minket szórakoztatni. Andi gyermek dalai után kézműveskedés várta az obisokat. A gyerekek nagy örömmel ültek be a Szent Annai Középiskola modern traktorjainak fülkéibe is. Már a főszezon előtt kritikussá vált a szakember hiány a turizmusban. Országszerte egyre több helyen keresnek szakácsot, pincért, konyhai kisegítőt, szobaasszonyt. A diákmunkások nagy része sem szeretne a turizmusban dolgozni. Ez áremelkedést idézhet elő. Már a főszezon előtt kritikussá vált a szakember hiány a turizmusban. Országszerte egyre több helyen keresnek szakácsot, pincért, konyhai kisegítőt, szobaasszonyt. A diákmunkások nagy része sem szeretne a turizmusban dolgozni. Ez áremelkedést idézhet elő. Berekfürdőben is több pozícióba keresnek fiatal munkavállalókat, hiszen az országos szakember hiány a térségben is jelentkezik. Sajnos minden területen érezhető a szakember hiány, így van ez a szálloda több területén. Legyen szó szakácsról, konyhai kisegítőről, felszolgálóról, recepciósról, nagyon nehéz munka előtt találni, mondta el kérdésünkre Szopko Rita. Sajnos minden területen érezhető a szakember hiány, így van ez nálunk is a szálloda több területén. Legyen szó akár szakácsról, akár konyhai kisegítőről, felszolgálóról, recepciósról. Nagyon nehéz, megbízható munkaerőt találni. A szakember szerint a fiatalok figyelmét fel kell hívni ezekre a szakmákra, mert visszatartja őket az, hogy teljes odaadással kell végezni ezt a munkát. Azt hiszem, hogy lenne még mit bemutatni a vendéglátásról, olyan oldalairól, amiért érdemes ezt csinálni, amiért örömet ad az embernek, felhívni rá a figyelmet, hogy micsoda elköteleződést igényel, és mennyi örömöt tud adni egy-egy siker. A jó csapat és a jó bérek felkelthetik a fiatalok érdeklődését. Azt gondolom, hogy ami az előnye tud lenni, ugyanaz a hátránya is. Talán néhányan félnek attól, hogy teljes odaadással végezzenek ma bármit, de én azt mondanám, hogy nem kell ettől tartani, főleg ha az ember jó csapatban dolgozik. Én azt hiszem, hogy ma már mindenki megtalálhatja itthon a számításának megfelelő összeget,
vagy megegyezést a főnökeivel. A nyári szezon munkaerőhiányát tovább súlyosbítja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is kevesebb diákmunkásra számítanak a szállodák, vendéglátóhelyek, mivel a tapasztalatok szerint sokan nem a turizmusban szeretnének nyári munkát vállalni. Ilyenkor igyekszünk kihasználni a térség adta lehetőségeket, iskolákból toborzunk gyakornokokat vagy végzősöket. Nagyon sokszor jól jön a fiatal, lendületes hozzáállás, ugyanakkor építünk a már itt dolgozó, idősebb, tapasztaltabb kollégákra is. A Kovács Mihály emléknapok keretében a hagyományokhoz híven megkoszorúzták a Kovács Emlékparkban felállított emlékművet. A Kovács Mihály emléknapok keretében a hagyományokhoz híven megkoszorúzták a Kovács Emlékparkban felállított emlékművet. A Kovács Mihály emléknapok rendezvény sorozatában vagyunk. A múlt héten voltak az intézményben, a múzeumban az események, és most itt vagyunk, mint ahogy minden évben a Kovács Emlékparkban, a 8-as számú választókerület meghatározó helyén, abból az alkalomból, mint minden évben, hogy itt is helyi ünnepség rendezvény keretébe megemlékezzünk az iskola tanulóinak és az iskola nevelőinek, valamint a választó kerület, tehát a helyi lakosoknak a jelenlétében. Ennek az ünnepségnek a keretében vagyunk itt, és örülünk neki, hogy minden évben a Kovács Emlékpark szépen rendbe tartva méltón fogadja az ideérkezőket. A parkban a Kovács kapu őrzi Kovács Mihály örökségét, amely emléket a Kossuth-díjas karcagi művész Györfi Sándor készítette. Ez a park arról nevezetes, hogy a Kovács kapu, amely stílusosan itt a park bejáratánál áll, Kossuth-díjas neves szobrászművészünk Györfi Sándor alkotása, és az ő alkotásaként és a park kialakításával, amelyet a Városgondnokság végzett és végez minden évben, gyakorlatilag így köszönhetjük az ideérkezőket, és egész éven át meghatározó ebbe a forgalmas útszakaszba, itt a Bocskai és a Lilium utca kereszteződésében, mint a városnak meghatározó emlékhelye. Pánti Ildikó önkormányzati képviselő a Karcag televíziónak elmondta, hogy Kovács Mihály a mai karcagiaknak is egy meghatározó személyiség, hősiességével példát mutat a mai kor emberének. Én bízom benne, azt jelenti nem csak az iskolának, amelynek a tanulói Kovács Mihály is intézmény nevét viseli az intézmény, hanem az ideérkezőknek is egy olyan meghatározó egyéniség, amely életével, hősi halálával példázza azt, hogy innen került el, és hősiességével példát mutathatott, nem csak abban az időben, de talán a jelenben is az itt lakóknak, a városlakóknak, és méltán így emlékezünk rá. A folyamatosan gondozott és rendben tartott parkban a Kovács kapunál a város képviselői, valamint a Kovács Mihály általános iskola képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit. Parázsó Katalint, az abátszalóki Kovács Mihály általános iskola intézményvezetőjét kérdeztük a település iskolai életéről. Parázsó Katalin, az abátszalóki Kovács Mihály általános iskola intézményvezetője a település iskolai életéről nyilatkozott televíziónknak. Az intézményvezető elmondása alapján kimondottan jó kapcsolatot ápolnak a település önkormányzatával és a tankerülettel egyaránt. Mindenben, amiben tudják, segítik egymás munkáját, hogy gördülékenyen haladjanak a dolgok. Régóta nagyon jó kapcsolatban vagyunk. A polgármester úr egy volt kollégánk tulajdonképpen, akivel korábban is együtt dolgoztunk, mint intézmény vezetés területén is. Bármiben, hogyha olyan dolog van, akkor sem számíthatunk az önkormányzat, illetve az abátszalókon működő különböző szervezeteknek is a segítségére. Gördülékenyen igyekszünk egymást segítve dolgozni a településen, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó. A programjainkat, amennyiben tudják, látogatják a
a tankerület részéről. Olyan esetben, hogyha valamilyen projektnyitóról van szó, akkor maga a tankerület igazgató úr is ellátogat hozzánk, illetve szakmai segítségnyújtás területén bármikor fordulhatunk a tankerületi központ munkatársai felé, és az információ áramlás az kölcsönös, úgy gondolom, a két intézmény között. Az iskola több pályázatban is részt vett, és részt vesz az idei tanévben. Ezek közül nagyon fontosnak tartják az infrastrukturális fejlesztést elősegítő pályázatot, illetve amely a csatornahálózat renoválását célozza meg, valamint a gázkazánok cseréjét elősegítő pályázat meglétét. A tornaszoba kialakítása is fontos jelentőséggel bír, amely a mindennapos testnevelés gyakorlatbeli lehetőségeit fogja majd elősegíteni. Az igazgatónő beszámolt arról is, hogy az intézmény természettudományos eszközparkja is megújul egy ezt megcélzó pályázat segítségével. Ebben a tanévben nagyon sok pályázaton vettünk részt, illetve olyan pályázataink is vannak, amelyek átnyúlnak ugye az egyik tanévből a másikra, illetve előkészítő folyamatai már megkezdődtek a 2017-es évben. Infrastrukturális területet felülelő pályázatunk van például az EFOP 4.1.3, ez majd az iskolának infrastrukturális megújulást fog jelenteni a nyári hónapokban. Nagyon bízunk benne, hogy megoldódik a csatornahálózatnak, az eres csatornahálózatnak a helyzete az iskolában, amely a beázásokat okozza. Egy új tornaszoba kialakítására fog sor kerülni, amely majd a mindennapos testnevelésnek a helyszínéül fog szolgálni, illetve a gyerekeknek majd a szabadidős tevékenységei közé is tudjuk alkalmazni, mint egy helyszínt. Aztán a gázkazányaink lesznek lecserélve, illetve a természettudományos eszközparkunk fog megújulni még a pályázat keretén belül. Az infrastrukturális pályázaton túl szakmai megújulást segítő pályázatunk is van. Ez egy esélyteremtés a köznevelésben pályázat, amely továbbképzést jelent az iskola dolgozói számára, illetve pszichológus és gyógypedagógus látogat el hozzánk, és ő tart előadásokat a tantestület számára. A klaszter alprogrammal az iskola sporttevékenységét segítik elő, illetve számos tábor szerencsés résztvevői is lehetnek, amelyek leginkább az idegen nyelvet, elsősorban az angolt, illetőleg a környezetvédelemmel foglalkozó területeken érdekeltek. Van olyan pályázatunk, amely 6 iskolát érint az egész országban, és az egyike az a mi Habáczalóki Általános Iskolánk. Ez a tehetséggondozás a sport által, klaszter alprogram. Ez egy 2 éves pályázat lesz, ez azt jelenti, hogy most egy előkészítő év van, és majd következő tanévben már az diák önkéntesség részén fognak a gyerekek részt venni. Nagyon sok új sporteszközt kapott az iskola, illetve megkaptuk már karácsonykor az egy részét, illetve majd a következő év elején fogunk még eszközöket átvenni, illetve itt is a testnevelő szakos kollégáink és a tanítónőjeink azok, akik szakmai megújulásban részesülnek. Példának okáért az Erzsébet tábor, amely mintegy 80 főt segít hozzásegíteni a táborozás élményéhez, valamint a határtalanul elnevezésű pályázatuk is kiemelt jelentőséggel bírt. Most pályáztunk ebben az előző tanévben először, és hajtottuk végre határtalanul pályázatot. Egy 5 napos kiránduláson vettek részt az 7. osztályos tanulóink osztályfőnökeikkel együtt Erdélyben, úgyhogy ennek a pályázatnak van a kifutása, a elszámolást, illetve az órát, a lezáró órát fogjuk az értékelő órát jövő héten majd véghez vinni. Aztán pályáztunk a tankerülettel közösen egy nyári táborokat is, napközis és bentlakásos tábort, iskolai közösségek fejlesztésére szolgáló pályázaton indultunk, amely majd napközis tábort, nekünk 2 fog jelenteni itt a helyben. Az egyik környezetvédelemmel fog foglalkozni, illetve a másik az pedig idegen nyelvi, főleg angol területet fogja érinteni. Bentlakásos napközis, bentlakásos táborunk lesz majd, amely a 5. osztályosok pedig Telkibányára mennek. Aztán a héten tudtuk meg éppen, hogy nyert az Erzsébet élménytáborunk, oda pedig 80 tanulónkkal pályáztunk, úgyhogy bízom benne, hogy az is egy jó program lesz majd a gyerekek számára. Az intézményvezető arról is beszámolt televíziónknak, hogy nagyon fontosnak tartja a folyamatos szakmai megújulást, ezért olyan pályázatokban is szerepelnek, amelyek ezt segítik elő, például ilyen a digitális kompetenciát fejlesztő sikeres pályázata az intézménynek, ahol a kollégái fognak szakmai előbbrejutást szert tenni.
Van még a digitális kompetencia fejlesztését érintő pályázatunk. Itt a kollégáim digitális kompetenciái fognak azáltal fejlődni, hogy itt is továbbképzésen vehetnek majd részt, illetve eszközként laptopokat, tanári laptopokat vehettünk át a közelmúltban. Parázsó Katalin az évvége közelettével igencsak fontosnak tartja a diákok folyamatos tanulását, a minél jobb átlag megszerzése érdekében. A nyolcadikos végzősöket pláne, hiszen az itt végzettek többségét általában a megjelölt első középfokú oktatási intézménybe veszik fel, ahová menni szeretne, illetve a ballagás előkészületeinek számottevőségét is hangsúlyozta, amely többnyire a szülőkkel való kapcsolattartásban is kiválóan kommunikálható le. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!